Hova raktam azt a kamerát? Nézzük csak. Itt nincsen. Várj, nézzük. Mi? Ó! Oh. Szóval itt volt mindvégig. Hát ez fantasztikus. Üdv mindenkinek, sziasztok, én Bindur vagyok. Úgy látom, hogy amikor ilyen hatalmas egy challenge-eket csinálok, akkor mindig így kezdem ilyen funny ezt az egész ilyen videót. A mai videóban ellátogatunk Debrecenbe, méghozzá a Smörébe, mivel hatalmas egy kollabok vannak itt. Istvánnal, a Smörének a tulajába közösen kitaláltunk egy SEO food challenge-et. Ezt fogjuk ma megpróbálni ebben a mai videóban. Hatalmas egy smash burger food challenge kihívás dolog. Több mint 2 kiló nagyjából. Csak az ennivaló. És hát eléggé izgatott vagyok. Le kell gyűrni még mellé 1 liter kólát. Eléggé lehetetlennek tűnik, akárhogy is nézzük. Egyelőre még a normál szettemben vagyok, de nem sokára ez mindjárt meg fog változni. Higgyétek el. Szóval ennek a fantasztikus kihívás, ez az, hogy 3 darab 5 húsos smash burgert kell legurítanod magadba, lefolytanod, mint az állat, illetve egy hatalmas nagy ilyen loaded fries adagot, illetve még 1 liter kólát, hát kurva nehéznek tűnik. Én azért, hogy így készüljek erre a dologra, mert 2 napja nem ettem semmit. Hát ez valamelyik segíteni fog ezen, ha bár nem hiszem. Te mit gondolsz, Nabi? Szerinted sikerülni fog? Szerintem a kurva! Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Na de ráadásul ez nem csak puszira megy ez az egész dolog, mert a szerencsés nyertes, aki meg tudja csinálni ezt a fantasztikus kihívást, kap egy helyet, ha minden igaz, a falon, illetve 100 000 forintos Smöre kupont lehet nyerni ezzel, hogyha tudod teljesíteni ezt a kihívást. Hát meglátjuk, velem fog tartani kedves Zoli, operatőr barátom, és hát ő hát tud nekem nyújtani még lelki támogatást is. Na mindegy, induljunk el, ott találkozunk emberek. Na, és már itt is vagyok, a VR the VR-os fantasztikus merchben. Látjátok, amit megígértem, hogy megvágyom, én ilyen ember. Itt vagyunk már Zolival. Szia, Zoli! Hello! Nagyon szép a pólód, Bandi. Hát a tiéd is amúgy, tiéd is. Rendben van, itt vagyunk már az első checkpointnál, most menjünk a Smörébe, és megpróbáljuk ezt a hatalmas egy challenge-et beatelni itt emberek. Én vagyok Andrár. Gyerünk! Itt vagyunk a Smörében, és rápróbálunk erre a, nem tudom, prototípus challenge-re igazából, mert ez még lehet nem feltétlenül a végleges. Ha meg tudjuk enni, akkor valószínűleg nem a végleges lesz igazából. 3 hatalmas, egy 5 húsos, hát ilyen Smöre smash burger, alap smash burger, illetve egy hatalmas, egy ilyen loaded fries, tulajdonképpen meg 1 liter kóla, és azt beszéltük, hogy 25 perc van erre az egészre, igaz? Megpróbáljuk így először. Jó, rendben van. Kezdjünk bele akkor? Ah, kezdjük. Hát akkor... Ott a start alul. Igen, igen, van 5 másodperc. Igen, 5, 3, 2, 1, hajrá! Jó étvágyat! Jó, szaftos! Így, bazd meg, ez nagyon brutál. Jézusom, szétesik teljes mértékben. Na, nem kell. Na, várjál. A 10-re még mindig nem szar. Na és Bandi, mi volt a változás az előző challenge-hez képest, a készülésbe? 2 napja nem ettem semmit. Az etióp kisgyerek, tudod, kiérszettem magam. Jól esik még mindig. Nem félsz attól, hogy ettől is majd? Na mindegy. Egyet csak. Nem felek semmitől. Semmitől se félsz? Érzed amúgy még Pistinek az erejét is a VR-os pólóval? Abszolút. Tényleg annyira finom, akkor Pisti ezt is felrakhatja majd a hűtő oldalára, vagy nem tudom. Hát olyan, mint egy csirkés szendvics, nem? De. Egy megvan. Igazából zsebre tette, akkor nem figyeltél. Mennyit tartunk időbe? 22 percnél vagyunk most. 3 perc alatt tettem meg egyet. Igen. Ja, és gondolom kihányni sem ér, igaz? Ha csak meg nem eszed újra az időn belül. Na jó, inkább egyetek, igen. Hát egy ilyen hamburger 600 gram, nem? Vagy 400 gram, igen, 400 gram. A krumpli 600 gram. A Mestoni, gyere elő! Hívd elő a Mestoni, ja. Magadból. De azért ez tényleg kemény. Már elkezdtem izzadni. Valóban el fog fogyni ez az izé.
annyira juicy az egész. Nem ér az egészet a szalvétára kenni. Tényleg így. Jaj, megettem. Igen. És hogy érzed, Bandi, amit elterveztél, az most eddig még halad, tudod tartani még azt a tempót? Mert eddig nagyon lelkesen harapod a húsokat. Azt mondod? Nagyon. Úgy nézel ki tényleg, mint nem tudom. Én érzem így magam, amikor nem tudom, születésnapomkor elvisznek a McDonald'sba. És mehetünk csúszdázni. Fincsike. Eddig elszántabbnak nézel ki, mint jól lakottabbnak. Igen? Igen, abszolút. Ez mi jelent, Zoli? Ez jót. Ez dicsérni akartam. Igen? Igen, igen, dicsérni akartam. Köszönöm. Én lefőttem. Szerintem nem lesz baj ezzel az adaggal, én úgy érzem. Na a shake az már sok lett volna szerintem. A shake? Igen. Vagy azzal a kóla helyett. Két liter. Két liter. Csak csodálok. Csodálok, milyen elszántan nem ettél két napig. A harapáskor, nem tudom, bekövetkező finom füstös békön még mindig olyan jó érzéssel csap meg, vagy már azért kicsit fáj? Hogy érzed? Ha már ennék már. Hát ott a krumpli, ehhez mást. Igazad van. Rámegyek most a krumplira. Lehet nekem se kéne. Most eltel 8 perc. De még valami 17 hátra, igen. Nagyon jó hangzik. De mit érzel, István? Meg bánás. Hogy érzed, a csípős halapenyós segít? Nem csíp annyira még. Na, nem csíp annyira. Majd holnap találkozunk szerintem. Hát én kurvára vagyok. Bezárod az éttermet. Igazából az Istvánnal két különböző technikával készültünk erre rá. Igazából az a kettő között a különbség, hogy ő evett egy kicsit, én meg nem. De az amúgy, hogy ez bármit is segít-e, vagy hogy mi kell tulajdonképpen ahhoz. Szerintem tényleg ennyi, hogy tolni kell befele, mint az állat. Hú, nem, most én is érzem már, hogy feszül a hasam. Előző kihíváshoz kellene így mérnem, a pizzáshoz. Ott az volt, hogy még éreztem, hogy fér belém, viszont már nem tudtam többet harapni belőle, mert már azt hittem, hogy a teljesen több behányok. Itt meg most nincs ez, mert minden tök finom, meg nincs még ez a flavor fatigue, tudod? Nem, nagyon, nagyon jó tempóban, azért nem ismerek megszólalni, nem akarlak feltartani. Hanem az van tudod, hogy már érzem, hogy kezd telítődni a hasam. Ha nem lesz meg a challenge, akkor is iszok egy kibaszott shake-et azután, mert az máshova megy. Lehet nekem ilyen shake-ivó challenge-re kellene mennem egyébként. Neked volt már ilyen agyfagyásod? Nekem akkor kezdett el ilyen agyfagyásod, amikor már idősebb voltam. Nagy fiú. Amikor... Ha kinőtt az agyad? Kisfiammal így a jégkását így szívom. Csípősségre hogy áll a dologban? Nem csíp nekem most. Nem van most más problémád inkább? Igen. Nem, mert most úgy látom, hogy ez a kevésbé csípősebb halapenyó becsből van. Most van fél idő amúgy kb. Nem mondod komolyan. Tök durva, hogy milyen sok ideig meleg amúgy a hambi. Figyelj, ezt meg tudod csinálni, az megjelenemli valószínűleg azt a díjat. Bedobod a törcsét. És már ne csináld. Egymást kell busztolni. Meg tudjuk csinálni. Kitartok el a végéig. Igen, itt a mennyiség az, ami komoly nagyon. Főleg így húsból. Tehát azt mondod, hogy sok? Ezt így megállapítottad így? Aha! Aha! Nagyon jó észrevétel. Rengeteg, tényleg. No shit. Váratom még egy hajrá. Így az utolsó 10 percbe lépve. Bízok benne. Aki elhivatott, az biztos meg tudja csinálni jól. Direkt hagytad nyitva a kólát, hogy kimenjen a szénse, vagy nyilván is kevesebb legyen? Uh-huh. Ez ilyen csalás? Aha. Ha? Na, még büszke leszek magamra, hogyha még ezt meg tudom enni. Meg még a krumplit. Már nem vagyok benne biztos, hogy még a harmadik szendvics is le fog menni őszintén. De már csak pár harapás, igaz? Ja, az már nagyon kevés. Szerintem a 25 perc az amúgy oké. Okay. Tehát, hogy ha valaki 25 perc alatt nem tudja megenni, akkor 30 alatt sem fogja valószínűleg. Nem az idővel van itt szerintem a probléma. De nagyon brutál. Na Bandi, mi újság? Szünet van? Aha. Szünetet tartasz? Kicsit szünetet tartasz. Aha. Ér felállni, tudod? Mhm. Uh-huh. Hú, menjél le! Menjél le valahova! Csinálni kell helyet, bazd meg! Mik a közeljövőbeli tervek, Bandi? Hogy folytatod a dolgot? Amit tudom. Egy kis komplikával? Addig leszek, míg le nem jár az idő. Vagy legalább az időből fussak ki. De az olyan, hogy jó, feladom. Tehát jól csinálod amúgy. Tehát nem úgy tűnsz, mint aki ki akar bújni a challenge alól. Ja, nem. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy fog-e valakinek sikerülni. Rajtunk kívül természetesen, mert mi ezt most megesszük. Mit gondolsz, Miki pajtásodnak sikerülne? Nem tudom. Hát ő egy ekkora tornyát evett meg, szóval. Én legalább valamit befejeztem. Na, valamit ki lehet dobni a kukába. Igen. De a burgerben már alig van. Az már nem is gondolsz visszatérni arra
Még azt, nem. Nem bírnék már még egy harapásabban. Mert ez a kis krumplés, tudod, ilyen jó kis ilyen, mint a chipset ennél igazából. És sikerült most valami elvette a kedvedet? Valamilyen íz történt? Most ilyen? Egyszerűen csak tele vagyok. Most semmi ilyesmi nem volt, hogy egyszerűen nem megy bele, nem megy több az emberbe. Tehát most már a nyelőcsőben még pakolom belőle azokat a kurva krumplikat. Mit gondolsz, ma még azt meg fogod enni, amit meghagytál? Hát nem tudom, lehet. Majd este, miután megittem 10 sört. Lehet, neked sört kéne innod ezek mellé, nem kólát. Amúgy, hú, bassza meg, nagyon brutál. Megváltó ébresztő hangot várjuk már csak. Még egy pont egy perc van. Tudok egyet, várja. De jó, mert tényleg nem volt az, hogy már hány ingered van az ízétől, csak egyszerűen nem fér belé több, mert rengeteg ez a húsmennyiség, ez a fehérje, amit így be kellene pakolni. Akkor elégedett vagy az edzés módszereddel, vagy lehet, hogy másfele kell pacsingatni? Én nem tudom őszintén, hogy mit kellene. Lehet, hogy ez a határod? Amúgy simán lehet, de érted, mert azért, hogyha ráadásul tudod, alkoholból én sört szoktam inni, és akkor abban mindig megiszok 100 litert, amikor iszok. És hogy ettől jobban én nem tudom tágítani a gyomrot. Jó, de nem 25 perc, ha iszol meg 100 liter sört. Na, és akkor most felébredek az álmomban. Menni kell a challenge-re. Még menni kell a challenge-re. Hát mit gondolsz a challenge-ről, István? Szerinted ez meg tudja valami ember csinálni? Figyelj, én nem gondolom magam túl kisétkű embernek. De nem, nem is látszol annak. Külön-külön leteszteltem. Tehát amikor múltkor is itt voltál, egy 5 húsos smash-t azt tettem. Ettem utána külön másik nap, következő nap egy ilyen adag csilis sajtos burgonyát. Külön-külön nem volt gond. Most viszont nem tudom miért, mert én azt a technikát alkalmaztam, hogy még azért hajnal 2-kor is kimentem enni egy kicsit, hogy azért ne ürüljön ki a gyomor, ne legyen szűk. De baszki, lefőttem. Fogalmam nincs, hogy itt valamilyen technika számít-e, de hát amíg lehet jönni kipróbálni ezt a dolgot, mert amúgy most már aktívan a menü része lesz ez az egész dolog, nem? Tehát meg lehet ezt próbálni. Akinek sikerül, kap egy 100 000-es ajándékutalványt, lehet utána fogyasztani akár az egész családdal. Aki megpróbálná, azért ez durván 2 kiló kaja fölött van, meg egy kis lötyi. Ha lehet Facebookon. Előre inkább azért ne leszek, mert akkor bekészülünk, hogy igen. Biztos adott legyen a helyszín. Szóval akkor úgy gondoltad, hogy Facebookon jelentkezzenek, és akkor előre mondják, hogy akkor meg szeretnék próbálni a kihívást, és akkor mennyi lesz ennek az ára a kihívásnak? Hát most, ahogy számoltunk, elég durva alapanyag költsége van. Egy ilyen 14 000-nél megálltunk. 14 000 a nevezési díj, és kaphat 100 000 forint nyereményt. Hogyha te vagy a nyertes, akkor még azt se kell kifizetni. Plusz még egy ajándékséket is kapsz a végén. Ja, és úgy van ezt csinálva, tehát, hogy beszervezel magad alá embereket, és akkor azok után beszervezek embereket magukat, és nem egy piramis játék emberek. Nem is tudom, amúgy Debrecenben van egyáltalán most kihívás, régebben egyébként volt. Hogyha most nincs semmilyen kihívás Debrecenben, akkor most már van legalább egy itt a Smörében. Hogy gyertek el emberek, próbáljatok rá. Amúgy meg finom egyébként ez a kaja, ez a jó kis smash burger, ami itten van itt most. Szóval próbáljatok rá, hogyha akartok 100 000 ajándékutalvány nyerni, akkor Facebookon jelezétek a Smörének, és ez nagyon jó lesz itt. Én köszönöm, hogy megpróbáltam ezt a fantasztikus kihívást. Köszönöm, hogy szóval. Na jó, én megiszok még egy shake-et, aztán nem sokára találkozunk. Itt vagyunk Zolinál, hogy itt a krokodil könnyeimet itt nem tudom, szürcsölgessem. Jó öreg levezetőség. Nincs is jobb elfogyasztani 2 kiló kaja után bármit, mint egy séket, ugye? Igen. És hogy érzed, egyetem bukás volt? Meg akartam amúgy enni. Én azt láttam, mondom, csak nem akartlak annyit beszéltetni, hogy múltkor azért jobban elszontyolottál, elkámpicsorodtál azért. Azután, mert, hogy mondjam, egy új szituációba kerültél, hogy olyan dolgoktól undorodtál meg, amit az amúgy nem szoktál. Igen. Meg a tejszín. És hogy úgy érezted, hogy ha ez nem történik, meg ez a külső behatás, akkor talán csodát tudtál volna tenni, viszont most, mint egy gép mentél előre, mint egy terminátor. Hát meg most legalább nem az volt, hogy feladtam, hanem végignyomtam amúgy az időt, meg próbáltam végigenni. Hát ahogy számoltuk, az ilyen, nem tudom, 60-70%-át végül is megettem ennek az ennivalónak, ami szintén több, mint végül is 1 kiló, illetve még ugye 1 liter kólát megittam. Szóval azért egy ilyen 2 kilónyi valamennyit sikerült itt lefolytanom saját magamba. Ami azt mondom, hogy haladás, ez már több, mint a fele a dolgok, nem? Eddig ugye mindig abszolút, fél dolgot ettem igen, meg. Igen, tényleg. Szóval lehet, akkor ennyit számít az, hogy 2 napig nem ettem? Én meg azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy neked 2 szanyagot kéne kihozni, és akkor is a felét ennéd meg.
Ugye, ahogy szoktam, hogy te mindig csak úgy tudsz teljesíteni. Úgy érzed akkor szerintem, vagy ahogy láttam, hogy ebben ennyi van, ezt most el tudod így fogadni, vagy legalábbis jelen nem lettem szomorú, szerint, nem lettem most szomorú, mint a nem edzel valami extrém módon, ami edzéstervet nem készítesz, ja. Akkor talán ebben nehéz előrelépni. Szóval nagyon-nagyon nehéz amúgy ez a kihívás, amúgy azt kell róla tudni, erről az egészről, hogy ez egy ilyen, hát nem tudom, ez egy ilyen kollab kihívás köztem meg a Smöre között, mert az az igazság, hogy itt a Smörével kapcsolatban ugye vannak olyan dolgok, amik amúgy nem annyira tetszenek, viszont maga ez a Smashburger Sandwich, ezt olyan jól eltalálták, és nekem én emiatt gondoltam azt, hogy ez a kihívás egy kicsit hát, ha itt fellendít itt a dolgot, akár itt Debrecen szinten, vagy itt a Smöre szintjén, mert maga ez a sandwich szerintem indokolatlanul kevés ember ismeri, és nagyon-nagyon finom. Azt gondolom, hogy maga ez a Smashburger Sandwich, amit ők csinálnak. Elég kiemelkedően csinálják. Nagyon. Nem, amiket mi ettünk, szóval azt konstans szinten tudják így hozni, akkor szerintem akár elég is lenne ez az étlapon. Hát talán én is amúgy ezt gondolom. Sok item van amúgy az étlapon, azt gondolom, és lehet amúgy tényleg annyi elég lenne, hogy a Smashburgernek minden egyes ilyen valamije, ilyen változata, mert ezt egyszerűen szerintem nagyon jól tudják hozni. Egyszerűen úgy érzem, hogy ez a szendvics készen van, szóval elmét is gondoltam, hogy egy ilyen jó kis, ezzel az ötlettel rukkoltam itt elő az Istvánnak, hogy egy ilyen jó kis Smashburger challenge, ami azért lehet ország szintjén is amúgy párját ritkítja igazából, ki tudja. És itt Debrecenben, hát van itt 300 ezer ember, meg itt agglomerációban még több, hát próbáljanak rá, bazd meg, nem? 100 ezer forintot lehet nyerni, vagy 100 ezer utalmány. De vannak is, akik szintén helybéliek, és ott vannak a pólódon. Akár hát akár Pisti is megpróbálhatná ezt, hogyha úgy van, ő is nagy hambievő ember, oda rakhatná tényleg az csirkés szendvics mellé a hűtőre, szóval. De még ez sem volt elég, pedig Pisti is itt a volt velem, meg Jani. Volt elég, nem volt elég, bazd meg! Milyen jó lett valami két plusz gyomor, nem? Lehet, hogy hárman megettétek volna. Igen. Szóval, ja, én amúgy azt tervezem, hogy nem csak itt a Smörével lesz szerintem itt kollab, hanem bízok benne, hogy mások is itt, nem tudom, megtátosodnak, van egy ilyen szó, van ugye. Megtátosodnak, csak az nem erre használják. Igen? Akkor felbátorodnak. Egy kedvet kapnak. Igen, felbátorodnak arra, hogy itt kollaboljanak velem, mert szerintem ezek a challenge-ek, meg nem tudom, szerintem ezek kurva jók, meg nem csak challenge-et lehet itt egyébként csinálni. Van egy ilyen fun része, vagy fun millió körülött. Ja, abszolút. Magában ez a challenge. Nekem amúgy azt tetszett még, hogy esztétikailag is, amiket nem tudom, láthattunk régebben, akár mondjuk szó volt itt közöttünk a Faltfel Amerikát, vagy ilyesmi, amikor voltak ilyen hamburger challenge-ek általában, amik ilyen nagyon nagyok voltak, és sok emellett, ezek az mindig ilyen, nem volt valami jó látvány látni, hogy elfogyasztja azt az illető, viszont ez nagyon szépen volt például tálalva is. Na jó van, akkor én elszűrcsögetem ezt a fantasztikus séket, ezután megiszok 100 sört, és hát találkozunk a következő videóba, ne felejtsetek el nem VR-os mörcsöt, hanem bandis mörcsöt enni, és menjetek el a Smörébe, és próbáljátok ki ezt a challenge-et. Találkozunk legközelebb, sziasztok, ez volt a Debrecen dolog, sziasztok, köszönjük Zoli! Hello! Próbáljátok ki a Smörébe ezt a challenge-et. Így van. Töltsétek fel Instára. Ja, tényleg. Instára töltsétek fel. Töltsétek fel az internetre. Küldjétek el az internetbe. A postafiók címünkre küldjétek. Tényleg. Hát, hogyha rápróbáltok, akkor elküldhetetek nekem valahol. Instagram, stb. Jó van. Sziasztok, emberek. Hello.